Áldás és békesség, folytatjuk a korán felolvasását, és a második szóra 238. pontjától folytatjuk. 238. Tartsátok be az Isten tiszteleteket, és különösen a középsőt, és álljatok az Isten tisztelet közben áhítatosan allak előtt. 239. Ha hadi állapotban lévén féltek, hogy nem tudjátok betartani az Isten tiszteletet, akkor imádkozzatok gyalog vagy lóháton. Ha pedig biztonságban vagytok, akkor emlékezzetek meg alakhol, miként ő a kinyilatkoztatás által megtanította nektek azt, amit nem tudtatok. 240. Akiket Allak elszólít közületek és feleségeket hagynak hátra, azoknak kötelességük feleségeik ellátásáról egy évre szólóan hagyatkozniuk lakhelyükről való előzésük nélkül. Ha azonban az egy év letelt előtt ők maguk elhagyják azt, nem lehet bűnötökül fölróni azt, amit ők az illendőségnek megfelelően cselekszenek. Alla hatalmas és bölcs. az elvált 241. az elvált asszonyoknak az illendőségnek megfelelő ellátás jár. Ez az Isten félők kötelessége. 242. Eképpen magyarázza meg nektek Allak a verseit. Talán értek az eszetekkel. 243. Vajon nem látta de azokat, akik halálfélelemben ezrével hagyták el lakhelyeiket? Allak így szólt hozzájuk, halljatok meg. Aztán föltámasztotta őket. Bizony, Allak kegyes az emberekhez. A legtöbben azonban nem hálásak. 244. Halszoljatok Allak útján. Tudnotok kell, hogy Allak mindent hall és tud. 245. Ki az, aki alaknak tisztességes kölcsönt akar adni, hogy ő az utolsó ítélet elszámolásakor többszörösen megduplázza néki azt? Alak az egyiknek szűk marokkal, a másiknak bőkezűen mér. Hozzá fogtok visszatérni. 246. Vajon nem látta de Izrael fiai közül az előkelők gyülekezetét Mózes ideje után? emlékez arra, amikor egyik profétájuknak azt mondták, küldj nekünk egy királyt, hogy vezetésével Allah útján harcoljunk. Az pedig mondta, vajon megeshetne, hogy nem harcoltok, ha előíratott számotokra a harc? Miért ne harcolnánk Allah útján, mondták, amikor elűztek minket a lakhelyeinkről és a gyermekeinktől. Midőn aztán előíratott számukra a harc, bizony csak kevesen nem fordítottak annak hátat. Allaknak tudomása van az istentelenekről. 247. A prófétájuk azt mondta nekik, Allak elküldte hozzátok Sault, hogy a királyotok legyen. Miképpen lehetne neki királyi hatalma fölöttünk, mondták azok, mikor bennünket inkább illet meg a királyi hatalom, mint őt, és nem tett szert nagy vagyonra sem. A próféta azt mondta, Allak választotta, ki a, eh, allak választotta ki őt mind a nyótok előtt, és ruházta fel őt kiemelkedő tudással és testalkattal. Allak annak adja az ő királyi uralmát, akinek akarja. Allak mindent körülvesz kegyelmével és mindent tud. 248. A profétájuk pedig azt mondta nékik, királyi uralmának a jele az, hogy országlása idején a frigyláda ismét hozzátok jön. Az angyalok hozzák azt, a sakina lesz benne az uratoktól, és erekék, amelyeket Mózes és Áron nemzetségei hagytak hátra. Bizony ebben jel van a számotokra, a hívők vagytok. 249. Miután Saul kivonult csapataival, azt mondta nékik, Allak megpróbál benneteket egy folyóval. Aki iszik belőle, az nem tartozik hozzám, és ismét hazamehet. Aki nem kóstolja meg azt, az hozzám tartozik, kivéve azt, aki csak egy tenyérnyit kortyolt belőle. Ekkor kevés kivétellel minden kívott belőle. Amikor Saul és azok, akik vele együtt hívők voltak, átkeltek a folyón, akkor azt mondták, nincs nekünk ma erőnk harcolni Góliát és csapatai ellen. Akik hittek abban, hogy az utolsó ítélet napján találkoznak Allakkal, azt mondták, mennyi kis sereg győzedelmeskedett már nagy seregen Allak engedelmével. Allak azokkal van, akik türelmesek. 250. Amikor kivonultak a síkra Góliát és csapatai ellen, így szóltak. Úrunk, vértesz föl minket türelemmel, erősítsd meg lábunkat, és segíts minket a hitetlenek népe ellen. 251. A és vereséget mértek rájuk Allak engedelmével, és Dávid megölte Góliátot. Allak pedig felruházta őt a királyi uralommal és a bölcsességgel, és megtanította őt arra, amire akarta. Ha Allak nem tartotta volna vissza az embereket, egyeseket mások által, akkor bizony a földet elborította volna a romlás. Allak azonban kegyes az ő teremtményei iránt. 252. Ezek a lakversei, jelei, amelyeket kihirdetünk neked az igazságnak megfelelően. Te valóban küldött vagy a küldöttek közül. 253. Ezek a korábbi népek küldöttei. Egyeseket közülük előnyben részesítettünk másokkal szemben. Akadnak közöttük olyanok, akikkel Allak beszélt, némelyeket közülük több fokkal magasabbra emelt. Jézusnak, Mária fiának nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk, és megerősítettük őt a Szentlélekkel. Ha Allak úgy akarta volna, akkor nem hadakoztak volna egymással az utánuk jött nemzedékek, miután nyilvánvaló bizonyítékokra tettek szert ám egyenletlenség támad közöttük. Voltak közöttük olyanok, akik hívők, mások istentagadók voltak. Ha Allak úgy akarta volna, nem hadakoztak volna egymással. Ám Allak azt teszi, amit akar. 254. Ti hívők, adakozzatok abból, amivel ellátunk benneteket, mielőtt fölvírad az a nap, amikor nem lesz sem üzérkedés, sem barátság, sem közbenjárás. Bizony, hitetlenek az istentelenek. 255. Allak rajta kívül nincs más Isten, az élő a magában létező. Nem vesz rajta erőt szendergés, sem álom. Ővé minden, ami az egekben és a földön van. Vajon az égi lények között ki az, aki engedélye nélkül közben járhatna nála a feltámadás napján? Tudja, Tudja azt, ami előtte van, és azt, ami mögötte van. Ők azonban nem fognak föl semmit az ő tudásából, kivéve azt, amit ő akar trónusa átöleli az egeket és a földet, megőrzésük nem görnyezti meg őt. Ő a magasztos és a hatalmas. 256. Nincs kényszer a vallásban. Immár látván látszik az igaz út különbsége a téveigéstől. Aki megtagadja a báványokat és hisz allakban, az szilárd fogantyúba kapaszkodik, amely nem szakad el. Allak mindent hal és mindent tud. 257. Allah gyámolítója azoknak, akik hisznek. Kihozza őket a sötétségből a fénybe. A hitetlenek gyámolítói azonban a bálványok. Kiho kihozzák őket a fényből a sötétségbe. Azoknak a tűz lesz az osztály részük, és benne égnek örökké. 258. Vajon nem látta, de azt, aki vitába szállt Ábrahámmal annak ura miatt, tagadván azt, hogy Allah ruházta reál király uralmat? Emlékezzetek arra, amikor Ábrahám azt mondta, az én Úram az, aki életre kelt és halába küld. Én keltek életre, és én küldök a halába, mondta az. Ábrahám pedig azt mondta, Allak a napot keletről hozza, hozza te nyugatról. A hitetlen ennek hallaná, elek halatára megrőkönyödött. Allak nem mutat utat az istentelen népnek. 259. Vagy nem látta de azt, aki elhaladt egy város mellett, amely romokban hevert, és azt mondta, hogy éleszthetné ezt föl Allak, miután kihalt? Allak pedig halált, bocsátott rá száz esztendőre. Aztán föltámasztotta őt, és azt mondta, mennyi ideig időztél halálos álmodban? Egy napot, vagy még annyit sem időztem, így mondta az. Allak pedig azt mondta, nem, száz esztendőig időztél így. Nézz életedre és néz ételedre és italodra. A száz esztendő ellenére nem romlottak meg, és nézz a szamaradra és hogy intő jellé tegyük nekiket az emberek számára, nézz a szamár csontjaira, hogyan keltjük életre azokat is, aztán fölruházzuk hússal. Miután mindez megvilágosodott előtte, azt mondta, tudom, hogy Allah mindenek fölött hatalmas. 260. És emlékezzetek arra, amikor Ábrahám azt mondta, mutasd meg nekem, hogyan támasztott fel a holtakat. Allah pedig mondta, talán nem hiszed el, de igen, mondta, ám hadd nyugodjon meg a lelkem. Végy hát négy madarat, fordíts magad felé, és vágd le azokat. Aztán helyez belőlük minden hegyre és egy darabot. Majd hívd azokat, szaporán jönnek hozzád. Tudnod kell, hogy allak hatalmas és bölcs. 261. Azok, akik javaikat allak útján költik el, hasonlatosak a vetőmaghoz, amely hét kalász sarja sarjaszt, Mindegyik kalászban száz maggal. Allak megduplázza az égi fizetségét, akinek akarja. Allak minden magában foglal és mindent tud. 262. Aki allak, útját, ö, aki allak útján költi el javaikat, és az nem követi részükről adokozásuk fölhány és a proféta zaklatása, azoknak meg lesz a fizetsége uruknál. Nem kell félniük és nem lesznek szomorúak. 263. Illendő beszéd és megbocsátás jobb az olyan adománynál, amelyet zaklatás követ. Allag gazdag és kegyes. 264. Ti hívők, ne tegyétek semmisé adományotokat, azzal, hogy fölhánytorgatjátok és zaklattok miatta. Olyan ez, mint amikor valaki azért költi a vagyonát, hogy az emberek szeme rajta legyen, és közben nem hisz alakban és a végső napban. Olyanok ők, mint egy szikla, amelyen egy kevés föld van. Ha felhőszakadás zúdul le rá, akkor az eső keményen és csupaszon hagyja hátra. Egykor majd nem lesz semmi hatalmuk, semmi fölött, amit az evilágon szereztek. Allak nem vezeti az igazútra a hitetlen népet. 265. Akik javaikat úgy költik el, hogy allak tetszését áhítozzák, s lelküket a hitben izmosították, azok hasonlatosak egy dombon fekvő kerthez, amelyre felhőszakadás zúdul, s kettőzve termi a gyümölcsét. Ha nem zúdul rá felhőszakadás, legalább harma, harmat éri. Allak szemmel tartja azt, amit cselekszetek. 266. Vajon van-e közöttetek, aki szeretné, hogy kertje legyen pálmafákkal és szőlőssel, amely alatt patakok folynak, s amelyben mindenfajta gyümölcsből szedhet? Közben utoléri őt az öregség, ám gyermekei még serdületlenek. Ekkor tüzes forgószél zúdul a kertre és elhamvasztja azt. Eképpen magyarázza meg nektek alak, a verseket, jeleket. Talán elgondolkoztok. 267. Ti hívők, adakozzatok azokból a becses dolgokból, amiket szereztetek, és azokból, amelyeket kisajasztottunk nektek a földből. És ne keressétek ki mind abból a rosszat, hogy azt adjátok alamizs nagyanánt, amit saját magatoknak sem vennétek el, csak úgy, ha behunyjátok a szemeteket. Tudnotok kell, hogy Allak nem szorul másra és felmagasztalt. 268. A sátán szegénységgel fenyeget benneteket, ha adakoztok, és gyalázatosságot parancsol nektek. Allak azonban a bocsánatát és a kegyelmét ígéri nektek. Alak mindent magában foglal és mindent tud. 269. Alak annak adja a bölcsességet, akinek akarja, akinek pedig bölcsesség adatik, annak nagy jó adatot. Ám csak azok szívlelik meg mindezt, akiknek eszük van. 270. Ha valami hozzájárulást adtok, vagy valami fogadalmat fogadtok, arról allaknak tudomása van. Az istenteleneknek pedig majdnem nem lesznek segítő társaik. 271. Ha nyilvánosan adakoztok, az is már dicséretes dolog. Ám ha titokban teszitek azt, és úgy adjátok azt a szegényeknek, az még jobb nektek, és jóvá teszi a rossz cselekedeteitek egy részét. Allaknak tudomása van arról, amit cselekszetek. 272. Nem a te feladatod, ó Mohamed, hogy őket az igaz útra vezest. Allak azonban az igaz útra vezeti azokat, akiket akar. Ha valamit javaitokból adakoztok, az a ti hasznotokra válik. Ám nem szabad adakoznotok csak úgy, ha Allak orszája lebeg előttetek. Amit javaitokból adakoztok, az visszavizettetik nektek, s nem lesztek kárvallottak. 273. Amit adakoztok, az különösképpen a szegényeket illeti meg, akik akadályoztatnak a harcban, allak útján, és nem tudják e, szerét ejteni annak, hogy útra keljenek. Csupán az ostoba tartja őket gazdagoknak azért, mert megtartóztatják magukat, és nem koldulnak. Ám megismered őket külsejükről, nem kéregetnek tolakodó módon az emberektől. Amit javaitokból adakoztok, arról allaknak tudomása van. 274 akik javaikból éjjel vagy nappal, titokban vagy nyíltan adakoznak, azoknak a fizetsége uruknál van, és az utolsó ítélet miatt nem kell félniük és nem fognak szomorkodni. 275. Akik uzsorát habzsolnak, úgy támadnak fel majdan, mint az, akit a sátán földre sújtott az érintésével. Ez lesz a büntetésük azért, mert azt mondják, az adásvétel ugyanolyan, mint az uzsora. Alak azonban meg, megengedte az adásvételt, ám megtiltotta az uzsorát. Aki intés kap urától és véget vet annak, ami megtiltatott neki, annak maradjon meg az, ami a tiltás előtt történt. A végső döntés felőle alak kezében van. Akik azonban a tilalom után visszatérnek az uzsora habzsolásához, azoknak a tűz lesz az osztály részük, és benne égnek örökké. 276. Megfosztja allak az áldásától az uzsorát a feltámadás napján, ám kamatoztatja majd az alamizsnát. Allak nem szeret egyetlen Isten tevalót és bűnös sem. 277. Akik hisznek, jó tetteket cselekszenek, elvégzik az Isten tiszteletet és megadják a zakátot, azoknak megvan uruknál az ő jutalmuk, azoknak nem kell félniük és nem fognak szomorkodni. 278 ti hívők, féljétek Allakot és engedjétek el a fönnmaradt uzsora követeléseket, ha hívők vagytok. 279. Ha nem így cselekszetek, akkor tudjátok meg, hogy Allak és profétája háborút támaszt ellenetek. Ha azonban megbánást tanúsítatok, és lemondtok az uzsonáról, akkor megillet benneteket a tőkétek, akkor megillet bennetek a tőkétek, és nem követtek el jogtalanságot, és ti sem szenvedtek el jogtalanságot. 280. Ha adósaitok között akad valaki, aki szorult helyzetben van, annak adjatok haladékot, amíg könnyebbsége lesz. Ám még jobb számotokra az, ha alamizsnálkodtok a megszorultnak. Ti is belátjátok ezt, ha helyesen tudtok ítélni. 281. És féljetek a ma naptól, amikor visszatértek Allahhoz. Minden lélek megkapja akkor illendő fizetségét azért, amit földi életében szerzett és nem szenved jogtalanságot. 282. Ti hívők, ha meghatározott időre adósági ügyletet bonyolítotok le egymás között, akkor foglaljátok azt írásba. Készítsen írást arról egy írnok a jelenlétetekben úgy, ahogy a méltányosság megköveteli. Nem vonakodhat egy írnok sem, hogy írást készítsen úgy, ahogyan azt allak megtanította neki. Írnia kell az diktáljon, akit az adósság terhel, és félje allakot, az ő urát, és ne próbáljon lefaragni semmit sem az összegből. Ha az adós elmebeteg, vagy gyámoltalan, vagy nem képes diktálni, akkor ügyeinek gyámolítója, vali, diktáljon úgy, ahogyan a méltányosság megköveteli. Felnőtt férfiatok közül két tanút kérjetek föl tanulságtételre. Ha nem lenne két férfi, akkor legyen egy férfi és két nő, olyanok, akiket alkalmasnak találtok tanulnak, hogyha a két nő, női tanú közül az egyik hibázik, akkor a másik emlékeztesse őt a valóságos helyzetre. A tanúk pedig nem akkor a más, a tanúk pedig nem vonakodhatnak, ha a tanúság tétele szólítják föl őket. Ne tartsátok méltóságon alulnak azt, hogy írásba foglaljátok az adósság összegét, lett légyen az kevés, avagy sok, egészen a határ, határidőig bezáróan. Így méltányosabban jártok el allak szemében, megfelelőbben végzitek a tanulságtételt, és a leginkább biztosítjátok azt, hogy ne támadjanak kétségeitek. Ha azonban olyan portékáról van szó, amely éppen ott van, és egymás közt forgatjátok, akkor nem követtek el vétséget, hanem foglaljátok azt írásba. Ám ha adásvételt bonyolítotok egymás között, akkor hívjatok tanukat. Nem szabad zaklatni sem az írnokot, sem a tanút. Ha így tesztek, akkor kihágást követtek el. Féljétek allakot, allak tanít benneteket, és ő minden dolog tudója. 283. Ha úton vagytok és nem találtok írnokot, akkor óvadékot kell venni. Ha valaki letéted víz a másikra, akkor a határidő leteltével adja vissza a letétet az, akire bízták, és félje allakot, az ő úrát ne titkoljátok el a tonóságtételt. Aki eltitkolja azt, annak bűnös a szíve, allak tudja azt, amit cselekszetek. 284. Allaké mindaz, ami az egekben és ami a földön van. Akár föltárjátok, ami a lelketekben van, akár elrejtitek. Allak számvetése szólít, majd érte benneteket. Megbocsát annak, akinek akar, és megbünteti azt, akit akar. Allak mindenek fölött hatalmas. 285. Allah küldötte, hisz abban, amit kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzá az urától, és vele együtt hisznek a hívők. Mindannyian hisznek allakban, angyalaiban, írásaiban és küldötteiben. Nem teszünk különbséget az ő küldöttei között. A hívők azt mondták, hallunk és engedelmeskedünk. Könyörgünk a bocsánatodért, ó, úrunk, hozzád jut el végül minden. 286. Allak nem terhel meg senkit sem súlyosabb teherrel, mint aminek elviselésére képes. Mindenkinek az lesz majd az őt megillető része, amit szerzett, és az lesz a számláján, amit magának szerzett. Urunk, ne sújts minket, ha feledékenyek voltunk, vagy hibáztunk. Urunk, ne tégy ránk olyan súlyos terhet, mint amelyet azokra tettél, akik mielőttünk éltek. Urunk, ne terhelj meg minket olyas valamivel, amire elégtelen a mi erőnk. Légy velünk elnéző, bocsáss meg és irgalmaz nekünk. Te vagy, amit gyámolítunk, segíts minket a hitetlenek népe ellen. Na, következő részben elkezdem a harmadik szórát felolvasni. Imrám nemzetsége címmel. Ja. Jó, akkor hamarosan találkozunk a harmadik szúrával. Állás és békesség mindenkinek!